Csízi László képgrafikus első kiállítása 1980-ban volt, ahol többet magával mutatta meg munkáit az érdeklődőknek. Azóta az ország számos pontján láthatóak voltak már alkotásai. Az ötlet az összetett, nem ilyen egyszerű pillanatban született. Tulajdonképpen én kora gyerekkoromtól kezdve szerettem rajzolni, festeni, tehát eleve meg volt egy érdeklődés, hát nevezük így, hogy alkotások iránt, a képzőművészet iránt. És az egyetemen viszont megtanultam a számítógép használatot, a programozást, megismertem műszakilag belülről az eszközt. És amikor az akkori cégemnél, a Pécsi Posta Igazgatóságnál tudtunk vásárolni egy mikroszámítógépet, ami magyar gyártmányú gép volt, még a 70-es évek közepén, amikor még nagyon elérhetetlenek voltak a számítástechnikai eszközök, akkor azonnal elkezdtem kísérletezni vele. Eleinte természetesen szakmai munkára használtam csak, később pedig a szabadidőben elkezdtem foglalkozni azzal is, hogy hogy lehetne ebből grafikai eredményeket is kicsikarni. Egyrészt szerencsétlenségemre, másrészt szerencsémre azokkal a gépekkel csak a legalapvetőbb dolgokat lehetett ábrázolni, tehát pontot, vonalat. Most ez annyiban nagy szerencse, hogy ezek teljesen alapelemei a grafikának, tehát nagyon tiszta dolgokat lehet ezzel előállítani. Most a szerencsétlenség az volt, hogy ezek persze kis teljesítményű gépek, úgyhogy nagyon manuális volt azért a munka. Így az első kísérletek arra terjedtek ki, hogy hogy tudok nagyon szép vonalrendszereket úgy készíteni, hogy azok nagyon pici eltéréssel, egymáshoz nagyon közel megrajzolva azt a tiszta szépséget ábrázolják, hogy hogy alakul át a dolog az egyik ritmus, hogy átmegy egy másik ritmusba. És ezek olyan képek voltak, vagy rajzolatok, amit biztos, hogy kézzel nem lehetett volna előállítani. Tehát ez egy nagy lökést adott, egy lelkesedést, hogy valami különleges dolgot lehet a számítógéppel csinálni. A Tamási Galériába válogatott darabokból álló kiállítással érkezett. Egyazonos mindegyikben, számítógépes grafikával készültek a természet vagy életünk egy-egy momentumát megelevenítő képek. Egy kicsit ehhez a múlthoz kapcsolódó képeket hoztam most, mert tudnék előtte két kiállítás pont ezzel a 80-as évekbeli grafikáimmal foglalkozott, az egyik Pesten, a másik Pécset. És részben a kiállításokhoz hozott újabb képeket mindjárt behoztam ide Tamásiba, hogy nekem visszavinni Budára, másrészt pedig kiegészítettem olyan képekkel, amik egy kicsit rokonságban vannak a régi kísérletekkel. Még azt teszem hozzá, hogy ezek a régi kísérleteknél egy fontos vezérel volt akkor a számomra, hogy egy műszaki embernek mondjuk egy színuszfüggvény, vagy egy exponenciális függvény, vagy egy random, egy véletlen generátor, azok ilyen szent dolgok, és biztos voltam benne, hogy azok az arányrendszerek, amiket ezek a függvények képviselnek, azok hasznosíthatók a vizuális kultúra területén is. És ilyen függvények kombinációiból írt programokkal rajzoltam akkor. A képek születését sok minden inspirálja a képgrafikusnál, a látogatót pedig tovább gondolkodásra késztetik a vonalak és a görbék sokasságából álló művészi alkotások. Van egy tipikus verzió, hogy kiírnak egy pályázatot valahol, és akkor annak van egy témája, itt is lesznek olyan képek, amik ilyen téma vezérelten készültek, és akkor megpróbálok hozzá nyersanyagot keresni, és megcsinálni a képet, ami beillik ebbe a témába. A másik gyakori dolog az, hogy valami megtetszik, és azt mondom, hogy ebből kell csinálni valami képet, egy különleges dolog, ami engem megfog. Sokan azt gondolják, hogy a számítógépes grafika úgy készül, hogy az ember megnyomja a gombot vagy a billentyűt, és egy entert ad, és akkor potyognak ki a képek. Tehát itt akármelyik képet, ha nézzük, rengeteg manuális munka van mögötte. Tehát valójában még egy struktúrát én előállítok valamilyen természetes látványból. Ez alatt számítógéppel is egyrészt sokat kell dolgoznom, másrészt utána ennek a struktúrának a tovább alakítása során van úgy, hogy egy-két hétig, három hétig rajzolok valamit, egy olyan alaprendszert, amiből utána a végén majd létrejön befejezésként a végleges mű. Tehát a számítógép az csak egy eszköz.
Tehát az ember, hogyha képeket szeret csinálni, mert ez a hobbija, vagy ehhez úgy érzi, hogy van érzéke, vagy ezt imádja egyszerűen, akkor teljesen mindegy, hogy milyen eszközzel dolgozik, akkor a képet létrehozni az annyit jelent, hogy egy új világot létrehozni, valami mást létrehozni, mint aminek nagyon sok rokonság van a környezettel, a látvánnyal, mindennel. Sokszor összetett kapcsolat ez, mert a naturális képeken nagyon valósághű fotószerű ábrázolások keletkezhetnek. Még például én, ha makróképeket csinálok a természetről, és a leghűségesebb módon adom vissza a foltjait, akkor is az teljesen elvont és absztrakt világnak tűnik. A kiállítás augusztus 28-áig várja az érdeklődőket a Tamási Galériában.